hogy megcsinálta a melót, akkor tulajdonképpen mehetünk is. Hát egy néhány gondolattal azért szeretném ezt megtoldani, kiegészíteni. Már csak azért is, mert kiállítást azok csinálnak, vagy azok tudnak csinálni, akiknek van miből. És hogyha nézzük ezeket a rajzokat, és látjuk ennek a számosságát, akkor jusson eszünk be, hogy az anyagainknak csak egy elenyésző részét tudtuk kitenni. Tehát úgy volt a koncepció először kitalálva, hogy majd lesznek olyan üres falaink, ahol a tanárok majd kiteszik a maguk dolgát, és akkor azzal dúsítjuk és színesítjük az anyagot. És aztán a végén azt láttuk, amikor behordtuk ide a dolgokat, és hallgatói segítséggel elindult a rendezés, hogy bizony több van, és sokkal inkább koncentrált a dolog, mint ahogy azt gondoltuk volna, és így lett ez a kiállítási koncepció kialakítva végül, hogy láthatóan sokszínű, van benne idős, már nem létező mesterünk, van fiatal oktatónk, van benne jelen oktatónk, aki befutott egyetemi tanár, komoly építész, Kis Gyula, és vannak hallgatóink, akik mesterszakos hallgatóként gyakorlatilag irodányi munkát tudnak prezentálni a mestereik segítségével néhány hét hónap alatt. Ez nagyon fontos. Az eredmény azért látható, és ha valaki bejön, akkor azt láthatja, hogy igen, az Ibli folyamatosan mozgásban van. És ez a mozgás, ez a változás, ez eleme, lételeme az iskolának. Annál is inkább, mert megállapítás, hogy a mi intézményünk nem arisztokratikusan előjogok alapján egyetemi kar, hanem mi ezt folyamatos munkával az elmúlt 20-25 évben a tanárokkal, hallgatókkal értük el, és lettünk egyetemi kar egyenrangúként a többi hasonló képzőhelyel. Ez nagyon fontos, annál is inkább, hogy 2015-ben volt lehetőség arra, hogy ez a folyamat elinduljon, amikor egy új képzési kimeneti követelményt írhattunk meg, és ezt a társintézmények előtt, és ennek következtében úgy gondolom, hogy az IBLI az, aki ebben a változást segítő folyamatban legmesszebbre, és a legnagyobb utat tudta megtenni nyilvánvalóan önmagához. Nem véletlenül az a szlogen, hogy azt mondjuk magunkról, hogy az elsők közt vagyunk ott, ami nem egy rangsor kérdés, hanem minőségbeli kérdés, és ezt azért tartom fontosnak, mert úgy gondolom, hogy az IBLI-ről alkotott kép, illetve az önmagunkról alkotott kép, miszerint mi nagy tömegben, volumenben adtunk a magyar építőiparnak szakembereket, mérnököket, az most változóban van, hiszen a világ is változik, az IBLI ezt rugalmasan tudja követni. Mi a változás? A változás egy alapvető paradigma, az építésnek a paradigmája, ami azért fontos, mert új kifejezéseket, új szavakat fogunk megtanulni. Az elkövetkezendő 10 év rengeteg új dolgot fog jelenteni, és az iskola kell, hogy legyen az, amelyik mindig előtte jár. Sajnos ugye a változást az is kellett generálni a képzőhelyeken, és ugye nem csak az IBLI-ről beszélünk, hanem egyrészt az egész magyar építészoktatásról, mert láthatóan lemaradt az oktatás mind a technológia, mind a gondolkodásmód, mind a módszertan tekintetében, és most ezt a hátrányt, ezt úgy tűnik, hogy kezdjük ledolgozni, és úgy látom, hogy nyerésre állunk. Miről is van szó? A műteremoktatás, illetve a műhelyoktatás, amit mi elkezdtünk, és más egyetemeken is ez a műhely munka, együtt dolgozás, együtt gondolkodás standardé válik. Ezt azt eredményezi, hogy a gondolatok kollektíven formálva, csapatban, ahogy a valóságban is, és az igények szerint is, sok esetben behelyettesítve vagy beemelve a társadalmi igényeket, ökológiai igényeket, kihívásokat megjelennek az oktatásban, és nem szegregáltan tantárgyaként, hanem egy egységes, mondhatni holisztikus szemléletű gondolkodásban. Ugye az is egy furcsa dolog, hogy miközben a világ specialistákról beszél folyamatosan, az építészek fönt kívánják tartani azt a generalista szemléletet, hogy ők tulajdonképpen minden kérdésben kell, bármilyen formában is, de véleményt formáljanak, hiszen gondoljuk el, hogy egy kórház tervezéshez, egy iskola tervezéshez, vagy notabene egy családi ház tervezéshez milyen kompetenciákkal, milyen ismeretanyaggal lehet vagy kell hozzáállni ahhoz, hogy azt a felelősséget, amit a társadalom az építészetre és az építészekre rátesz, azt tulajdonképpen tudjuk teljesíteni, és azt maximális módon a környezetet nem bántva, azt támogatva, annak színvonalát emelve, Kapi Jenőt, hogyha valaki hallgatta a filmről, annak a bizonyos építészeti, mondjuk azt, hogy,
hogy pszichológiai teljesítménynek a növelését szolgálja. Tehát nagyon sokféle változás van körülöttünk, és ebben a paradigmában mi el tudjuk helyezni önmagunkat, és van már viszonyunk a múltunkhoz, amit korábban olyan furcsán vagy félve emlegettünk, mert hogy hát magunk sem tudjuk elhelyezni a felsőépítőipariskolától, a technikum, felsőfokú technikum főiskola, egyetemi kar folyamatában azt, vagy nem tudtuk, hogy valójában honnan jövünk, hogy akkor jaj, hát mi csak innen jövünk, vagy csak ennyit tudunk, hanem most már azt tudjuk mondani, hogy igen, büszkék vagyunk arra, hogy gyökereink nagyon mélyen a magyar építőiparban, a gyakorlati építésben vannak, miközben mindig és folyamatosan ott van az, hogy igenis kell a magyar építés, egyetemes építés ügyét, ahogy Marci is említette volt, emelkedett szavakkal szolgálni. Tehát ilyen értelemben ajánlom tulajdonképpen a képek nézegetését, és ne csak az üres formákat vagy a színes tablókat lássuk, hanem a mögötte levő gondolatot és gondolkodásmódot, ami már gyakorlatilag analóg és azonos a műhelyoktatással és magával az iskolával. Ugye a műhely arról szól, hogy ott van egy műhelyfőnök, a műhelyfőnök tulajdonképpen egy tényleges műhelyben élet-halál ura, erősen idézőjelbe tettem, ő figyel a tanítványokra, ő alakítja ki a mester-tanítvány viszonynak a szabályait, nem az iskola, hanem ő a személyiségével, a gondolataival, a felkészültségével, és a tanítványoknak semmi más dolguk nincsen, mint elfogadni ezt a vezetést, és hogyha hisznek, és tényleg hisznek, és megvan a bizalom, ami mai kis előadásomnak tulajdonképpen az alapja, ha megvan ez a bizalom, amit sok esetben kiterjesztek, és közbizalomnak hívok, akkor tulajdonképpen nyugodtan hátradőlhetünk, mert jó kezekben vagyunk, jó produkciót fogunk előállítani, és lám a falakon én úgy gondolom, hogy ennek, illetve a másik teremben a példái jelen vannak. Tehát van múltunk, és szembe tudunk nézni ezzel a múlttal, és büszkék vagyunk rá, és van jelenünk is, amivel nem kell szembenéznünk, hiszen együtt élünk vele, nem kell nagy dolgokra gondolni, be kell menni a műhelybe ott kell lenni, nagyon fontos, nem csak úgy általában, hanem ténylegesen a teljes fizikai és szellemi valónkkal. Egy megjegyzendő, ez elég nehéz feladat, de megy, és ugyanakkor azt is látni kell, hogy az ott kell lenniben mindig vannak zavaró tényezők. Ezek a zavaró tényezők adott esetben a különböző anyagi vagy szellemi hiányosságaink, vagy éppenséggel az iskolánk állapota, vagy egyáltalán magunk állapota, de ezeket a műhelyben a kollektív alkotási öröm úgy gondolom, hogy időnként és időről időre átírja. És hát nyilvánvaló, ha van jelenünk, és ezzel tisztában vagyunk az értékeinkkel, így tudjuk értékelni a múltunkat, és így látjuk feltetőleg a jövőnket is, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy van jövőnk, bár filozófiai értelemben azért ez egy elég absztrakt fogalom, de ettől függetlenül azt szeretném mondani, hogy ebben a jövőképben mi fog, vagy mit gondolok én, hogy milyen dolgok fognak komoly hatást gyakorolni az iskolára. Ugye ennek a paradigmának az egyik alapvetése az, hogy a lakhatás, mint fő kérdés a világban nagyon fontossá válik, és ennek a megoldása nem csak társadalmi és nem csak építészeti formálási kérdés, hanem elsősorban és kizárólagosan nem is, de nagy mértékben anyagi és ilyen értelemben technológiai kérdés. Tehát meg kell szoknunk azt, hogy át kell engednünk bizonyos ember által, hogy ugyan lefedett feladatokat majd kompjútereknek, mesterséges intelligenciának, notabene építőrobotoknak, és minden egyéb dolognak, ami most futurisztikus, de tulajdonképpen 10-15 év múlva a jelenlévők, amikor ténylegesen a fiatal építészként már a szakmai felnőttévállásukon túl gyakorlóvá válnak, szembe fognak kerülni ezekkel a problémákkal, az anyaghiány, vagy éppenséggel az anyagtakarékosság, vagy éppenséggel azok a jelen pillanatban megfogalmazott fenntartatósági kérdések, amik egyszerűen át fogják írni ezt a folyamatot. Mind a mellett persze nagyon fontos lesz az, hogy a társadalmi érzékenységet folyamatosan megőrizzük, és fejlesztenünk kell, hiszen az építés nagyobb része társadalmasítás útjára került, rossz szóval mondva. Azt szeretném ezzel érzékeltetni, hogy hamarabb kell észrevennünk majd az építés etikai kérdéseit, mint adott esetben Fuchs után az esztétikait. Tehát erre fel kell készülni, társtudományokat kell ebbe a dologba bevonnunk. Az építészet nem tisztán műszaki vagy esztétikai kérdés lesz, hanem elsősorban közügy. És ennek a megközelítés mai napig most már láthatóan erősödni véljük. Ami nagyon fontos, hogy
hogy a hallgatóink, hogyha összevetném az ő helyzetüket mondjuk egy 10 évvel ezelőtti hallgatói helyzettel, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy talán mi jobban vigyázunk rájuk, mint ahogy azt ők gondolnák. Jobban vigyázunk a tanulmányi előmenetelékre, a feladataikra, és azt a dolgot mindig figyelembe véve, hogy ővék a jövő. Tehát mi jövőt építünk, amikor iskolát építünk. És hogyha megnézzük ezeket a terveket, ugye itt nem válogattuk a terveket, jaj, ez most nagyon jó lesz, meg ez most ez itt minőségi, meg jó, hát ezt biztos oda kell tenni, hanem azt mondtuk, hogy ez egy egységes egész, ebben lehetnek időnként apró dadogások, lehetnek benne kerek, barokkos körmondatok, nem a fogalmazás mondjuk minősége a kérdés, hanem mögötte levő tartalom, és ilyen értelemben azt is meg kell jegyezni, hogy a falakon és a másik teremben lévő stiláris kérdéseket ne vegyük minőségnek azt, amit belülről magunk csinálunk, magunkra figyelve. Nem kell kifelé figyelnünk, magunkat kell figyelni, és akkor biztos, hogy jó úton járunk. Büszke vagyok arra, hogy a kollégáim, amikor ez az egész műhelyoktatás kitalálódott, ez nem egy emberes történet volt, hanem egyből ők is hozzátették a gondolataikat. Büszke vagyok arra, hogy a hallgatók, akik újonnan beléptek, megértették azonnal, hogy mit kell tenniük. Akik lemaradtak erről, néha kicsit irigykedtek, és mondtak olyat, ami esetleg erre utalt is, hogy mennyivel jobb most a mostaniaknak, de ez még csak a kezdet. Úgyhogy erre szeretnék utalni, hogy tényleg egy pillanatképről van szó, hogy ahogy Marcel említette, nagyon szépen köszönöm a Fugának, hogy 3 napig befogadta az IBLIT, de ezt majd Nagy Bálintnak külön is szeretném megköszönni. Ugye a 3 nap, az IBLIből soha nem elég, tulajdonképpen úgy gondolom, és úgy látom, hogy a 3 nap sem elég, maradnánk még tovább is, de valószínű, hogy ugye ezt be kell zárnunk. De jövünk, hiszen ez már itt talán a 4. ilyen típusú jelenlétünk, és egyre tágul a tér, most már ott tartunk, hogy már itt fönt is elfoglalt, legközelebb az egészet lefoglaljuk. Tehát megköszönve Őri Júliának és Bálintnak ezt a lehetőséget, és a Fuga kollektívának, megköszönöm a tanárainknak, a műhelyek mestereinek, Róska Csabának, Mizsai Anettnak és Csontos Györgyinek, a hozzájuk kapcsoló tanároknak. Ugye ez az egész rendszer úgy van kialakítva, hogy a tanárok is beletanulnak a műhelyoktatásba, most már 3. generációs műhely indult, ősszel jönnek majd ugye a 4. generáció, és megköszönöm, és leginkább neki köszönöm a hallgatóknak egyrészt, hogy aki eljött, hogy itt van, aki hozzátett akár csak egy vonalat a kiállításhoz, és annyit szeretnék még mondani, hogy nem csak ezt a bizonyos kiállítást nyitom meg, ami szinte most már lassan hétfőn be fog zárni, hiszen ezt hamarabb tettük ki, hanem megnyitnám nagy tisztelettel az elkövetkezendő 140 évünket, és azt a jelmezes, mondjuk azt, hogy megnyilatkozást, amit farsangra gondoltunk. Én hoztam is 2 attribútumot, 2 jegyet, amit szeretnék azért bemutatni a komolyság mellőzése mellett, és immár a komoly gondolatokat fölváltva. Először is hoztam egy svájci sapkát, amit különböző módon lehet föltenni. Ugye lehet föltenni ilyen művészesen, amikor az ember még egy sálat teker a nyakába, és akkor az utcán rohanva valamiféle habitust mutat. És föl lehet tenni így is, ugye ismerjük ezt a formát, amit egy ilyennel szoktunk megtoldani. Így átsüllyedtem, vagy átemelkedtem a gyakorlati építés terepére. Ismerjük a szakembert. Ez egy nagyon vastag ceruza, amikor számlát ír, akkor nagyon vastagon fog. Tehát ebből látni, hogy igen, az építés az nem csak egy elméleti dolog, és nem csak magas reptű gondolatok dolga, hanem sok kéz és sok erőforrásnak az együttese. És azt kívánom magunknak, hogy az együttes maradjon egybe, élvezzük azt, hogy együtt vagyunk, és köszönöm szépen, hogy itt vannak, köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen. Kiállítást megnyitottam.